színpadra. Öröm, boldogság, mámor, és nem egy részvételi élme, hanem egy aranyérem. Hol van a hangod? Hangom az, úgy érzem, ott maradt a pályán, de ez így van rendjén. Úgy hiszem, egy ilyen győzelem után, főleg azok, akik kim voltak velünk, hiszen több mint 800-an utaztak ki Veszprémből és környékből Magyarországról, hogy szurkoljanak nekünk. Ennek meg is volt az eredménye, hisz a Csarnokban sikerült egy olyan eredményt produkálnunk, hogy szinte csak az ő hangjukat hallottuk. A győztes magyar csapatot majdnem mindenki megvárta az érem átadást, ami nagyon nagy tisztelet a magyar férfi kézilabdázásnak. Hihetetlen az, amit átéltünk 13 ezer ember előtt, úgyhogy igazából esélyt se adtunk a Krónaunak. Én nagyon örülök ennek a győzelemnek, igazából én még fel se fogtam személy szerint, úgyhogy gratulálok a csapatnak. Az öltönyöd az már felfogta, úgy látom. Így van, Gágyuszi belekezdett egy kis ollózásba, úgyhogy mindenkinek ez ilyen kabala szempontja, hogy szétvágta mindenkinek az öltönyét. Ha befejezed a kézzelvet, akkor pályát váltasz? Gondolkoztam rajta, hogy átmegyek Szabóba, de úgy érzem, még pár évig azért koptatom a labdát és a 20-40-est. Honnan jött ez az ötlet egyébként, hogy így mindenkinek mindenét teljesen átszabni? Ez egy szerb szokás, hogyha valakit egy olyan eseményén gyereke születik, vagy bármi jól történik, akkor általában a ruháját levagdossák, hogy a továbbá is van egészséges és eredményes legyen. Ez innen jött, innen vettük be. Most megyünk közösen Veszprémbe, mert a város határon állítólag elég komoly a mozgolódás. Ma egy kis pezsgő vár minket Veszprémben, és készülünk a Szeged elleni bajnoki mérkőzésre.